tűzoltó, aki látva a szobában a fényt, tudta, hogy otthon vannak a lakók, így gyorsan cselekedett. Ez 2022. november 5-én az esti órákban történt. Barátnémmel autóval haladtunk a Salya utcán, amikor azt vettünk észre, hogy a Móri Zsigmond utca egyik lakóháza udvarán körbálák égnek. Ekkor még csak a körbáláknak az egyik sarkát érintette a tűz. Arra kanyarodtunk, megálltunk a ház előtt, kiszálltam, becsengettem a házba a lakókhoz, közben telefonon hívtam a karcagi tűzoltóság ügyeletét, hogy mi történt. Míg beszéltem a kollégákkal, folyamatosan csöngettem a lakóknak, de erre nem reagáltak. Barátném az autóból próbált neki kerezni úgy, hogy nyomta az autónak a kürtjét, de erre sem reagáltak. Egyik szobából fény szűrődött ki, ebből sejtettem, hogy van otthon valaki. De amikor további csengetést sem jöttek ki, akkor fogtam, átmásztam a kerítésem, bementem az udvarra, és az ablakon, amelyik van a fény szűrődött ki, ott bekopogtam a lakóknak, hogy azt már hátha észreveszik. Ezután hátramentem, kerestem valami eszközt, amivel majd lehetne oltani. Egy fára tekerve találtam is egy kreatív slagot. Ekkor jött ki az egyik idősebb úr, lakó, pont meg, hogy jöjjön, mert tudja, hogy látja, tehát itt már egész komolyan ég a tűz. És a körbenák ilyen tároló helyiség alatt voltak, és amikor azt már elkapta a tűz, akkor kezdett el nagyon-nagyon égni. Mondtam a lakónak, hogy szerelje fel a csapra a slagot. Akkor kijött egy idős hölgy is, aki ott lakott, és kérdeztem tőle, hogy mert ott állt az autójuk, egy Suzuki, hogy annak hol van a kulcsa, mert akkor az a, kiállnék, mert nyissak ki a nagykaput. Mondta, hogy a kulcs benne van. Beültem, és mondtam a hölgynek, hogy nyissak ki a nagykaput, hadd állják ki az autóval, hadd legyen biztonságban. Így is lett, kiálltam az autó az udvarra. Addigra, mire visszamentem, az idősebb úr már felszerelte a slagot a csapra, én azzal átvettem tőle, és elkezdtem oltani a tüzet. Hát annyira van, mennyire sikerült, az egyértelmű volt, hogy azzal esélytelen ugye, beloltani. Tehát próbáltuk menteni a mentetőt. De a lényeg az volt, hogy ne terjen át a tűz a birkáknak a hodáira, mert ott voltak nem messze tőle. És hát oltottam, aztán már utána jöttek a kollégák, és ők átvették. 22 körbála égett, de a birkákat sikerült megmenteni a gyors segítségnek köszönhetően. Tulajdonképpen ezért lett tűzoltó is Nagy Imre, hogy tudjon segíteni az embereknek. 21 éve szerelt fel a tűzoltóságra.